63 ezer projekt valósulhatott meg 2007 és 13 között az új Széchenyi terv keretében uniós forrásból. A Széchenyi 2020 programnak köszönhetően a következő 7 évben felpörögnek az uniós fejlesztések, hangsúlyozták azon a nyílt napon, amelyet Nyíregyházán a Legó palotában tartottak vasárnap. Csepregi Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár utalt arra, hogy az elmúlt időszakban a közcélú beruházások csak nem 90%-a sikeres uniós pályázatok révén valósult meg. A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a kormány fejlesztési koncepciójában a vidékfejlesztés fajsúlyos marad a kezdődő uniós költségvetési ciklusban is, amelyben 10.500 milliárd forint érkezik hazánkba, ebből 100 milliárd forint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Következő 7 évben Magyarországra érkező európai uniós források tekintetében a megyei önkormányzatok itt a régióban a három érintett megyei önkormányzat kap arra konkrét lehetőséget, hogy a források felhasználásáról döntsön. Az elmúlt 7 évben mintegy 500 milliárd forint érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe és Nyíregyházára, a következő időszakban pedig 100 milliárd forint értékben ezekről a fejlesztési forrásokról a megyei önkormányzat fog dönteni, bevonva a helyi civil és gazdasági élet képviselőit annak érdekében, hogy valóban a helyi igényekre reagáló fejlesztések valósuljanak meg. Az észak-alföldi régióban 500 milliárd forintnyi beruházás történt az elmúlt 7 évben, hangzott el az uniós fejlesztéseket ismertető roadshow első állomásán. Az M3-as építésétől a LEGO gyár fejlesztései, a LEGO palota és a nyíregyházi állatpark építkezései is ide sorolhatók térségünkben. Nyíregyháza 30,5 milliárd forintot nyert az uniótól sikeres pályázatai kapcsán, vannak beruházások, amelyek ebben az évben folytatódnak vagy kezdődnek el. A szennyvízberuházás is még megvalósítás alatt, de örömére szolgálhat minden városlakónak, hogy ez tavaszra befejeződik. Aztán ott van ez a bizonyos Agora program, ami szintén régóta húzódik, ez is egy veszélyeztetett pályázat volt, de ez is most már kezdetét vette, aminek keretében, mint tudjuk, a művelődési ház felújul. Úgyhogy azt hiszem, jól mutatja a sok-sok nyíregyházi adat, a sok-sok felújított intézmény, a nyugati elkerülő és minden egyéb ilyen beruházás, ami városszerte már láttatja magát, hogy Nyíregyháza jó úton jár. A korábbi 7 éves periódushoz képest, melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt, a most induló ciklusban az Európai Unió más célkitűzéseket vállalt. Az új programoknál a megyei önkormányzatok területfejlesztési tervei fontosak lesznek, és beépülnek azokba az operatív programokba, amelyet a kormány március végéig küld el Brüsszelbe. Gazdaságfejlesztésre, munkahelyekre jut majd több forrás, támogatva a kis és közepes vállalkozásokat, mondta el a helyettes államtitkár, aki hozzátette, az év második felében meg is fognak jelenni a pályázati lehetőségek.